Ha egy kicsit humorosan akarom megközelíteni, talán ismerik azt a mondást, hogy ez a 21 az átlagos volt, mert sokkal rosszabb volt, mint a 2020, de sokkal jobb, mint a következő év, a 22. Szoktuk mondani egy-egy átlagos évre. Hát ez most annyiban nem igaz, hogy a 21 egy picit jobb volt, mint az előző év, hiszen 2020, hogyha emlékeznek vissza, az a COVID által nagyon meghatározott év volt, 22-ben pedig ugye. Ki a COVID-ból, bementünk egy háborús helyzetbe, egy energiaválságba, ami térségünket különösen nehezen érintette. Így foglalta össze röviden Kazsuk Attila a múlt heti megyei közgyűlésen, milyen is volt adóügyi szempontból a 2021-es év. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatósága a bevételeket illetően kedvező évet zárt tavaly. 14%-kal sikerült bővíteni a költségvetést a beszedett adókból. Kazukatila 35 perc című műsorunkban arról beszélt, nagy szerepe volt ebben a digitalizációs fejlesztéseknek, és talán még ennél is nagyobb a hatóság támogató hozzáállásának. Több mint 800 adózót kerestünk meg, felhívva figyelmüket arra, hogy bizony az online pénztárgépek tekintetében valamilyen anomáliát érzékelünk. Nagyon pozitív a fogadtatás egyébként az adózók részéről ezeknek a kezdeményezéseinknek, hiszen jelen esetben is 70% a megszólított ügyfeleinknek önként eleget tett, és kijavította az általunk látott hibát, sőt azt is visszaigazolták számunkra, hogy jól látjuk az adatbázisainkban, és tényleg valós hiányosságokról van szó, és pusztán a 30%-ához kellett ezeknek az adózóknak, adott esetben a revizorainknak is kilátogatni, de még itt is először egy támogató típusú ellenőrzéssel jelentünk meg, és még ott is adtunk lehetőséget arra, hogy velünk nyilván már együttműködve az adóellenőrök Figyelő személyével övezve, de önként kijavítsák a hibákat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek miatt méltányolta az adózási késedelmeket is. Kazukati azt mondta, ezzel kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptak a lakosságtól és a vállalkozásoktól, a legtöbb adózó nem élt vissza a kialakult helyzettel. Az igazgató az idei év kihívásaival kapcsolatban elmondta, a menekültek tömeges érkezésével év elején a határ kirendeltség megerősítése elsődleges feladata volt a megyei igazgatóságnak. A változások egy része abból fakadt, hogy sajnálatosan megváltozott az utasoknak az összetétele. Azt gondolom, nagyon sokan látták, és talán a Kölcsei is tudósított róla, hogy bizony menekült áradattal szembesültünk az idei év első felében, és hát bizony ezeknek a menekülteknek az utipodgyásza teljesen más holmikat tartalmazott, mint a turistáknak. És hát ezeket a tiltó és korlátozó rendelkezéseket is azt gondolom, hogy picit humánusabban kellett alkalmazni, amihez természetesen megkaptuk a segítséget nem csak a jogalkotótól, hanem egyébként az Európai Unió vámjogi szerveitől is. És nyilván abban is mindenki érdekelt volt, hogy a lehető legempatikusabban, leghumánusabban, leggyorsabban léptessük át ezeket az utasokat a határon. Ebben egyébként én szeretnék említést tenni arról is, hogy itt a Nemzeti Adó és Vámhivatal kollektívája is példásan vizsgázott, hiszen három nap alatt a kollégáim több mint 13 millió forintot gyűjtöttek össze ezeknek a menekülteknek a megsegítésére. A kereskedelmi viszonyokat is megváltoztatta a háború, ami korábban az volt a jellemző, hogy Ukrajnából érkezik üzemanyag Magyarországra. Az elmúlt hónapokban ennek fordítottját kellett lebonyolítani. Ezekben a hetekben pedig a tömeges gabona szállítmányok ellenőrzése ró jelentős feladatokat az adóhatóság határkirendeltségének.